Hát jó van. Mondom, a mai fiataloknak vagy a szívkölcsök, és magyar vagyok, wow. Vagy pedig agykön, nem kell nekem a szíve. Pedig igazán a szívével lát az ember. Kis herceg. Mondom ma Viktor testvérnek, Orbán Viktor, mondom, ide figyelj, nyakas testvérem, na mi van, pápista? Nem volt az országban logika tanár katolikus. Hát ez így baj lesz. Úgy érzem magamat, mint a Viktor. Mindenkinek igaza van. Na most ez a legnagyobb hazugság. Liberálisok most nagyon mondják. Egyedi igazságok vannak. Amen. Hogy nincs férfi, nincs nő, hanem mindenki olyan, amilyen. Meg akarja. És megválasztani a saját nemi szervét. Hát nem is értem. Hát hun van? Hát hun támaszt az Isten ilyen furcsákat, mint a Viktor, vagy én a kultúrában. Katolikus, református, evangélikus, baptista, kapitalizmus, szocializmus, nacionalizmus, fasizmus, nihilizmus, globalizmus. Soha. Szabadulhatnának a szabad egyetemen az ösztöneik felé. Hát nagy baj van. Különben hogy gyűjt ki ide pottyant? És úgy hívták magukat, hogy elvtárs. Most meg úgy, hogy kortárs. Tudja, mi a kortárs művészet? Amikor a hülyeség a hülyeséggel csatázik. Hát ne vicceljen. Morál és bölcselet. Fidesz et ráció. Fidesz, Fidesz. Természet fölötti cél mi? Az örök élet. Aztán én mindenkit úgy szerettek. És milyen törvény alapja? Hát csak úgy. Hol így, hol úgy. Amen. Mert két irányú álma támadás a liberalizmusnak. Kívülről is, belülről is. Őrület. Ha elfogy a héja, hozzák haza a liberalizmust. Ne járj, mint a plombo. Krasznyi a plósadjé. Na, nagy jel, nagyon nagy jel. Hát persze. Még a nagyszüleim, meg az dédszüleim még így hívták, hogy úrnak. Ugyanez lett volna a helyzet itt is. 54%-a el sem ment, hogy kiálljon a Viktor mellett. Hát a tete csak dumál a Pisti bácsi meg a családja, hogy ez szüzi házasság, majd csinál egy gyereket, az lesz az utód. Öljük meg, mondták az ős magyarok. Nehogy már Pisti bácsinak legyen utódja, de keresztény legyen Magyarország. Nincsen itt, többen vannak a pogányok. Ugye én nem vagyok, aki vagyok. Vagyok, aki nem vagyok. Aki elfogadja ezt a kultúrát, az letelepedhet. Aki nem, az Isten hírével. Menj Lengyelországba. Azok majd rendbe tesznek téged ott. Az Isten és a nemzet között, és még egy. Világos beszél. Jézus Krisztus nem szupersztár volt, hanem szent. Add uram, de azonnal! Hát adja, de mi akarjuk-e? Szabad akarati teológia az a katolikus teológia, a református teológia az az elevenrendelés. És az ember próbálja őket tanítani. Ereje több, ereje más. Ő óriásabb, óriás, ki két karjával átalér minden családot és nemzetet. Egyik karja az igazság, másik karja a szeretet. Mit ér nekünk a test, a vér, ha szellemében szellemünk nem részes, s úgy veszük őt magunkhoz, mint a vadak, a tetemet vagy totemet. Emészteni kell, nem csodál. Ezt meg kell emészteni. Legyen meg a te akaratod. Amen. Köszönöm.